gondolom, hogy egy jó minőségi mérkőzés volt, azért két jó csapat volt a pályán. Első fél idő, ahogy számítottam is, sok taktika volt, mink lezártunk őket, ők lezártak bennünket a játékban, és vártuk egymásnak a hibáját. Amióta az megtörtént, akkor kinyitott a játék, és akkor volt ide-oda, ide-oda. Szerintem egy jó küzdős mérkőzés volt összességben. Gratulálok a Vigyinek, azért mert tényleg nagyon jó összerakott csapat van, és azt gondolom, hogy nem érdemeltük meg a vereséget, azért mert ez egy olyan X meccses volt nekem. Nagyon nagy hiba után kaptuk ezt a második gólt, de fociából is van, hogy aki hibázik, az utána szomorú egy kicsit. Viszont szeretném a saját csapatomnak is gratulálni, azért oda tettünk 100 és még több is 100%-ot. Szerencse se volt annyira, azért mert kétszerűségben volt a első csere, utána Elek Ákos játszott ebben nagy sérülése, nem is jól látta a labdát, és akkor volt itt még egy pár olyan dolgok, ami nem nekünk adta a kedvezményt, és végül is még egyszer Vidi jelen pillanatban legyen csapathoz, már most bebizonyított végig, hajtott és begyűjtött a 3 pontot, amiért én gratulálok neki.